Ostyátörtek is osztottak szét az adventi készülődés jegyében. Ezzel a különleges lengyel népszokással köszöntötték a résztvevőket pénteken a Józsa András Múzeum megszületett című új kiállításának megnyitóján. A tárlatra Nyíregyháza lengyel testvérvárosából, Zsesovból, az ott működő Franciszek Kotula Néprajzi Múzeumból érkeztek a műtárgyak. A karácsonyi készülődés jegyében a lengyelországi kárpátaljai vajdaságban élő művészek kézzel készített betlehemeit láthatják a látogatók. A múzeum a kiállítással az adventi készületet és hagyományokat szeretnék közelebb hozni. Különféle stílusú, formájú, színezetű betlehemeket hoztak el ide a mi múzeumunkba, és nem csak betlehemek, hanem domborműveket is láthatnak az ide látogatók a falakon. Lengyelországban mai napig nagy hagyománya van a betlehem építésnek. Karácsony közelettével szinte valamennyi templomban állítanak betlehemet, néhol élő állatok is szerepelnek a figurák között. Ezen a betlehemen II. János Pál pápa térdel a kisdegy Jézus előtt. Lengyelországban ez a fajta megjelenítés nem ritka. Az idő múlásával és az utóbbi időkben új elemek is megjelennek ezeken a betlehemeken, például olyan emberek, akik híresek. Van olyan betlehem, amelyen odaállítják II. János Pál pápát, vagy vannak olyanok is, amelyeken egy-egy város helység nevetetesebb személyiségei láthatók, de például egy Zsesov melletti településen modern épületek alkotják a betlehemet. A múzeumnak több lengyelországi kötődése van, Zsesovval különösen szoros kapcsolatot ápolnak, a lengyelországi testvérváros évek óta rendszeres résztvevője a nyíregyházi múzeumi napoknak. Rémies Tibor szerint nem csak országosan, hanem nemzetközileg is fontos a múzeumok közötti közös munka és tapasztalatcsere. Ennek a nemzetközi muzeológiai események is érdekelnek, és ebből kifolyólag mi nyitottak vagyunk arra, hogy Lengyelországon keresztül akár a nyugat-európai, akár a kelet-európai muzeológiai tudományt hogy tudjuk eljutatni a Magyarországra is. A megszületett címet viselő kiállítás január 15-ig látogatható a múzeumban.